2022-ben Horvát Margit színművész, Boronkai Ferencné botanikus és a Szatmár Néptánc Együttes kapta a megyei Prima díjat. Az országos Prima Primissima díj 2005-ben egészült ki a területi Prima díjak rendszerével, azóta minden évben keresik a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport helyi legjobbjait. A díj eszméje megőrizni a magyar értelmiség és szellem helyi eredményeit, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását. A célja továbbra is az, ami a kezdetektől, hogy azokat a kiváló tehetségeket, együtteseket elismerjük, és a munkásságukat a nagy közönség elé tárjuk, akik itt hosszú évek óta, évtizedek óta dolgoznak és alkotnak, mert mindegyikük megérdemli az, hogy tudjon róla a széles közönség is, nem minden esetben tud mindenkinek a tevékenység és munkásságáról, és ezt a célt tűzte ki maga elé a VOSZ annak idején, amikor ezt az egész Prima Primissima és megyei Prima díj rendezvénysorozatot elindította. Idén is 10 kategóriában várták a jelölteket, akiket a különböző intézmények és szervezetek ajánlottak. Említhetem az Iparkamarát, említhetem a Móri Zsigmond Színházat, a Nyíregyháza Várost, a megyei vezetést, vagy a médiumokat, az egyetemet, tehát, és ez még akkor nem teljes a felsorolás, hiszen sok helyről érkeznek jelölések. Az idén tényleg rekordszámú volt a jelöltek száma, volt olyan kategória, ahol 7 jelölt közül kellett választani, volt olyan, ahol 6 jelölt közül kellett választani, és ennek a társadalmi mikrokuratóriumnak, amelynek 13 tagja van, elég nehéz döntés volt, hogy az idén kiknek a jelölését fogadja el, illetve utána jön, hogy a jelölt is elfogadja, hogy Prima, megyei Prima díjra jelöljék, és még nem fordult elő az elmúlt 17 évben, hogy valaki visszautasította volna ezt. A 2023-as Vármegyei Prima gálát október 27-én rendezik meg a Vármegyeháza dísztermében.